95-ről 98, tehát de nem adja magát. Világranglista 14. Iránosz. Jaj, de szép! Egy ide, egy oda. Meglepte honfitársát most. Utoléri. 95-ről 99. Szép nyesés volt. Micsoda szög volt abban a labdám, amit kinyesett az ellenfél tenyeresére. Ishigaki Yuka, ezt most nagyon szépen csinálta a védőhölgy. Szetlabdája. Szetlabdához így tehát. Nem sikerült kiegyenlítenie szettekben a védő játékosnak. Na, szép. Újabb szettlabda. Sem sikerül a VB játékosnak 11-11. Na most az 1-0-ra vezető Hiránosznál van az előny. Két szetlabda hárítása után sikerült most neki szetlabdához jutni. 12-11. És meg is tudja. Ismét vezet. Iránosz. Sayaka. Rossz a lepöri. Most nem védte le tenyeressel, megpörgette, ismét bátran. Ishigaki, és 7-7-re módosítja az eredményt. Hosszú, hosszú ez a pörgetés. Ezt most elnézte Hiránosz. 98-ra vezet a védőjátékos. Velünk háttal álló Ishigaki Yuka. Nézzük, kinek jön ki jobban most a végjáték. Eddig ugye kétszer
Iránosznak jött ki jól. Kilenc. Szett labdához jut tehát. Iránosz. Nézzük, meg tudják csinálni. Nyeseget, nyeseget. Ishigaki. Hát ez már nagyon megnyeste. Szép labda menet. 10-10. Iránosz szervá. Ismét előny Iránosznál. Ez gyönyörű. Nem adja magát azért, tényleg. Ishigaki. Romfi társa ellen. Megpattant egy kicsit előtte. 12-11. Ez is hány érintéses volt. Hihetetlen a türelme van egyrészt Iránosznak. És hihetetlen jó lábmunkája Ishigaki Yukának. Ez gyönyörű volt. Iránosz ezt is nagyon szépen kidolgozta a végletekig, nem siette el, nem csapott bele, csak a végén, amikor már teljesen nagy zicser volt, akkor váltott oldalt, és megcsinálta a pontot, nem jött ki jól az időkérés, úgy látszik Ishigakinak. 6-2. Négy labdára továbbjutástól tehát Iránosz.
ez a Hiranos. Aki 8-3 közben, aki a következő körben a Li Quan, Samara Elizabeta pár az győztesével játszhat majd a legjobb négy közé jutásért. Ez a mérkőzés egyébként 2-2-re áll. A fehér oroszlány vezet a cserány ellen a hármas asztalon, bocsánat, a kettes asztalon, miközben 3-2-re most, így van. 3-1 a japán lánynak Zhang Rui ellen, a hongkongi játékos ellen. 8-4 közben. Még pontos a hátránya, és Igaki Yukának. Csinálja Hirano Sayaka, 9-4. Két pontra a győzelemtől tehát. Egy pontra, 10-4. A következő körben is ezt elüti, 10-5. Következő körben is női mérkőzés jön, az is 8 közé jutásért, ugye 4 asztal, 2x4 az 8, 8 párosítás. Dodeau Doniela, Romániából játszik Lau Sui fejjel, hongkongi hölgyel. Román lesz az esélyes, ez lesz a következő mérkőzés 12:45-től, körülbelül 5 perc múlva, hiszen itt vége a mérkőzésnek, 4-0-ra nyert, tehát Hirano Sayaka és Igaki Yuka ellen. Tovább jut a Hirano Sayaka névre hallgató hölgy, és majd harcolta a Li Quan Samara Elizabeta párharc győztesével. Ott még folyik a harc javában. Következő meccs, Dodeau Daniela, Lau Sui fejmérkőzés.